Igen, már itt is ülnek vendégeink. Köszönjük, hogy eljöttetek Ilonával, mielőtt ide ültetek volna, éppen arról beszélgettünk, hogy vajon mi a közös a ti missziótokban és a miénkben, és akkor én úgy fogalmaztam, hogy ti fizikailag viszitek oda az embereket, ahol találkozhatnak Jézussal, Istennel, mi pedig hát ilyen képernyők előtt ülőket lelki zarándoklatra hívjuk a műsorainkkal. Ez nagyjából így lehet? Azt gondolom, abszolút, és szerencsére van átfedés a kettő között. Ti zarándokoltatok fiatalkorotokban? Igen, abszolút. Te nem? Én kevesebbet, akkoriban nem annyira volt, én egy kicsit ilyen későn, legalábbis zarándoklás szempontjából mindenképpen egy később élő fajta, vagy bár egy-két emlékem van ifjabb koromban egy minisztráns zarándoklatról. De tudtok idézni olyan zarándoklatot, ami nektek nagyon sokat jelentett? Pont Beával beszélgettünk pár hete, amikor itt voltam utoljára. Nekem kisgyermekkorom óta része az életemnek az utazás, az úton levés. Én ebbe gyakorlatilag belenőttem, úgyhogy nincs egy ilyen meghatározó pont, vagy egy kiemelkedő pont. Ugyanakkor nagyon sok szép zarándok élményem van. Ezt kérdezem, hogy van-e olyan zarándok élményem? Nem tudok így egy nagyot kiemelni. Azért kérdezem, mert hogyha utazási vagy zarándok irodát vezettek, zarándokokat kísértek, akkor ez nagyon érdekes kérdés, hogy tudjátok-e belülről zarándokként azt, hogy mi kell a zarándokoknak, mi számít, hogy inkább az utazás, inkább az, hogy helyben legyenek, vagy fontos nekik lelki élményt is adni, hogy állítjátok össze? Nekem van egy érdekes élményem, 1995-ből, akkor 17 éves voltam, akkor volt a római minisztráns találkozó, ami hát az még találkozó néven futott, tehát hivatalosan nem, de hát végül mégiscsak elmentünk az apostolok székéhez Rómába, és én az ilyen diákos volt, tehát azért mi egy kicsit ennél azért jobban kényeztetjük az ajándokainkat, mert mondjuk nem biztos, hogy hálózsákba is 11 szobába szeretnének aludni, de azért nagyon, nagyon mély élmény volt bennem, és ott a buszon is nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódott bennem, így ilyen zarándoklás, meg Istenhez menés, meg vezetés kapcsán. De hát azóta is szoktunk járogatni mind a ketten az útjainkra. Én tegnap estem haza éppen Lourdesból, kicsit váratlanul, és nagyon-nagyon szép volt, hogy el szoktunk beszélgetni az ajándokat elég meg a végén egy ilyen kis megosztókört szoktunk csinálni a résztvevőkkel, és hát mindig azt próbáljuk így erősíteni, hogy hát merüljenek el ott az éppen adott kegyhelynek, meg Szentnek, vagy Máriának, vagy mikor hova megyünk a lelkületébe, és nagyon szép élményekkel jöttek haza tegnap is az ajándokaink, úgyhogy ez ilyen felemelő nekünk is egy picit így az Úr eszközének lenni. Olykor nagyon emlékezetes egy-egy zarándoklat, de a délelőtt elejének vendégei voltak Molnár Imre és felesége, Mónika, aki lengyel, és egy csenszlovákiai zarándoklaton ismerkedtek meg úgy, hogy akkor abból szerelem és házasság született, úgyhogy nem tudom, hogy nálatok is vannak ilyen jellegű nagy élmények egy zarándoklatról? Nagy ismerkedések, nagy barátságok. Párkapcsolatra visszatérve nekünk van egy nagyon jó példánk. 2019-ben voltunk Nagy Zarándoklat nevű zarándoklaton, ahol volt egy nagyon kedves fiatal úr és egy nagyon kedves fiatal hölgy. Mind a kettőjüket már korábbi zarándoklatokról ismertem, és ők ezen a zarándok úton ismerkedtek meg, és tavaly évvégén pedig meg is született az első közös gyermekük. Az első zarándok baba. Így van, még a járvány előtt sikerült a házasságot megvalósítani így az utolsó pillanatban, és akkor meg is született az első baba, úgyhogy ez például egy szép példa. A ti munkátok szempontjából hogy különböztetitek meg a turista utat és a zarándok utat? A ti szervezési munkátokban mi az a plusz, az a más, amit a turista utazási irodák elvégeznek? Igen, az alapeszközök ugyanazok, mint egy hagyományos turista útnál, de ugyanakkor szerintem nagyon fontos, hogy nekünk nem csak úgymond anyagi felelősségünk van, hiszen ha valakit elutaztatunk, azt illik is hazahozni, hanem van egy lelki felelősségünk is, hiszen aki zarándok útra indul, az elsősorban nem azért indul el, hogy pihenjen a tengerparton, sőt abszolút nem azért, hanem egy lelki célja van. És nagyon fontos, hogyha mi nem végezzük megfelelő precizitással, alapossággal a munkánkat, lerobban az autóbusz Róma fele félúton, akkor ugye nagyon nehéz lesz mondjuk
a belsőre, a lelkiekre koncentrálni. Tehát egy összetett, és habár az alapeszközök ugyanazok, jó autóbuszt kell foglalni, szállodába szállunk meg, stb. Idegenvezető van a csoportokkal, de nagyon fontos például, hogy az idegenvezető mellett mindig van egy lelki vezető atya is, aki pedig a zarándokút lelki ívében segít nekünk. Tehát akkor van állandó kapcsolatotok olyan atyával, aki rendszeresen kíséri a csoportjaitokat? Sok atyával, igen, és mindig felkérünk valakit. Ez érdekes, amit mondasz, hogy kell a biztonság, de hogy nem feltétlenül a kényelem, mert hogy akik zarándokolni mennek, nagyon sokszor a kényelmetlenséget választják. Vannak olyan zarándokutak, amik kifejezetten lemondásokkal is, böjtökkel is társulnak, tehát érdekes, hogy másféle módon kell szervezni. Abszolút. Kicsit más jellegű. Mi elsősorban a szent helyet tűztük az ásztónkra, tehát mi kevésbé, vagy mi nálunk a turisztikai része az kevésbé hangsúlyos. Mi úgy gondoltuk, hogy alapvetően az élményt azt a hely és a helynek a szelleme és ottani események, jelenések, szent személyek adják, és mi azon igyekszünk, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az élmény azoknak, akik velünk jönnek, és hogy így módon minél jobban át tudják adni magukat. Mi nagyon sok hangsúlyt teszünk arra, hogy egy alkalom általában csak egy helyet látogatunk, meg ott azon sok idő van. Ezt tegnap is mondták, nagyon örültek annak az ajándokaink, hogy hát nem tudom, összesen 4 nap alatt mondjuk volt majd egy napnyi szabad idejük, amikor ki abba a templomba ment, arra az eseményre ment, ahol ami őt a legjobban megfogta, vagy ahol a legjobban el tudott merülni ebben az élményben. Itt most nagyon békességesen, szeretettel ültök egymás mellett, az asztal mellett, de barátok vagytok, ismeritek egymást, vagy igenis konkurencia van köztetek, tehát némi feszültség vagy volt, és kevésbé akkor, amikor nincs vírus, meg gondolom, hogy akkor azért sokan mennének zarándokolni, minden virághad virágozzon, de amikor most a 2 évig nem igazán lehetett szervezni, akkor azt a keveset, azon a kevésen kellett osztozni. Tehát ti hogyan tekintetek egymásra? Én azon gondoltam, hogy mondjuk van-e saját profilja a két irodának? Abszolút, szerintem. Tehát, nagyon. Én meg próbáltam egy kicsit a konfliktust. De érdekelne, hogy mire helyezitek a fókuszt, hogy lehet, hogy az Európa és a magyar területek? Én úgy gondolom, abszolút megkülönböztethető. Én nem gondolom, hogy most ilyen nagy konkurencia harcban lennénk. Szerintem mindenkinek megvan a helye, és mindenki megtalálja a munkáját. De ugyanakkor általunk szervezett zarándokutak stílusa is egy picit másabb szerintem. Szerintem a Pannon Pilgrimesek, ahogy én ezt látom, inkább repülőgépes, hosszú hétvégéses, ahogy említette Gábor, egy helyre koncentráló zarándokutakat szerveznek, illetve náluk gyalogos zarándokutak is vannak, amik náluk például most egyet hirdettünk nyár elején, egy 4 napos belföldi, de Gáboréknál ez a vonal abszolút jelentősebb, ami egy teljesen más stílus. Mi talán kicsit egy ilyen hagyományosabb módját szervezzük a zarándokutaknak, sok autóbuszos zarándoklatunk van, stb. Tehát, hogy azért van nyilván átfedés is, de azért alapjaiban véve szerintem az a tapasztalat, hogy elférünk, hogy ilyen kicsit ilyen földi fogalmakkal szóval azért viszont nagy piac. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van nem tudom én 11 millió magyar itt a környéken, abból potenciálisan, még ha nem is nagy arányt veszünk, akkor is 100 000 kerhetnek velünk útra, hát még elég sokat növekedhetünk mind a ketten, hogy 100 000-eket utaztassunk, úgyhogy... Én nem szeretném. Olyan előfordult már, hogy nekünk oda nincs utunk, de figyelmedbe ajánljuk azt a másik, és egymást esetleg, vagy egymás... Ritkán, hát a honlapunk alapvetően rajta van, hogy hova megyünk, tehát, hogy olyan... Nem emlékszem, hogy olyasmire ilyen váratlan dologgal kerestek volna, vagy minket, nem tudom, neked van erről. Minket néha zarándok vonatok miatt hívnak, amiket mi nem szervezünk, és akkor szoktam ajánlani a kollégákat, akik szervezzük. Egyébként nem tudom, hogy ti a vízeljárást kipróbáltátok-e a vállalkozásotokban, mert ugye ez a televízió, noha hasonló a célunk, hogy eljutassuk a szenthez, meg a szép, az igazhoz, a jó Istenhez az embereket, de hogy ez a televízió
televízió adományokból működik, és rögtön azzal kezdtük, mert ez a mi napunk, ez az adománynapunk, ez a mi ünnepnapunk, hogy szeretitek-e a magyar vagy ezt a katolikus televíziót, és miért szeretitek? Hát én nagyon felnézek rátok, itt beszélgettünk is, hogy adományokból mert éli ma Magyarországon, ez szerintem egy olyan, nem is tudom, teljesítmény és kegyelem és mi egyéb, ami abszolút lenyűgöző az én számomra, különösen mondjuk itt a honfitársaink adakozó kedvét ismerve, azért ez egy csodálatos dolog. Én mondjuk televíziót én viszonylag keveset nézek, mert hogy hát azért a négy gyermek, meg a cég, meg sok minden lefoglalja az ember energiáit, de nagyon szívesen visszanézem a YouTube-on, Andrást is meg szoktam nézni, hogyha éppen beszélget. Úgyhogy ki lehet válogatni azt, ami nekünk tetszik. Hogyha ti kérhetnétek, vagy dönthetnétek, hogy mi legyen, mit találjatok meg a katolikus televízió felületén, akkor mit kérnétek, mit választanátok, mire volnátok kíváncsiak? Hűha, nem tudom. Úgy gondolom, hogy a Bonum TV, az RVTN egy nagyon fontos küldetést tölt be, amire nagyon nagy igény van. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy támogassuk a tévét, hiszen adományokból működik. Mi is támogattuk 2018-2019 végén. Most sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt megtegyük, de bízunk benne, hogy akár most már újraindul kicsit jobban a turizmus, és évvégén mondjuk újra tudjuk támogatni a tévét. Én egy kicsit talán ilyen fiatalosabb műsorokat is sokat látnék. Tehát mondjuk én még abban kövök, hogy engem az egészségügyi dolgok kevésbé hoznak lázba, de mondjuk vannak-e jó példák, nem tudom, nekről például itt voltak a cserkészek, sőt máskor is voltak itt cserkészek, azt láttam, meg hasonló dolgok, de ilyen kicsit talán az ifjabbaknak szóló műsorokból lehetne több, vagy több ilyen vendég, több ilyen téma, ami egy picit talán a tévének is szélesíthetné a nézettségi spektrumát, meg hát egy picit a jövő felé is lehetne nyitni. Nekem ez a most így a benyomásom így elsőre. Mi örömmel megvalósítjuk, kedves nézőink, azon is múlik, hogy fennmarad-e média missziónk, hogy önök mennyire tudják támogatni anyagilag is, persze imáikkal azt tudom, mert arra nagyon-nagyon számítunk, de hogy tudják-e támogatni anyagilag is, mert akkor megvalósulhat mindaz, amiről Gábor és András is beszélt, és amiről még a nap során sokat fogunk beszélgetni, hogy milyen terveink vannak, úgyhogy támogassanak bennünket.